Let's focus on the exercises in Get to the Top 1 in your workbook. Open it at page 62 and let's start with activity A, where you can see some words in the box and we have to complete these sentences with these words. Now, let's start with uh, number 1. This soup smells good. What's in it? Garlic, I think. Ennek a levesnek nagyon finom, nagyon jó illata van. Mi van benne? Fokhagyma, azt hiszem. Would you like some on your bread? Mi az, amit kérdezünk, hogy mit szeretnél egy kis valamit a kenyeredre? Nem, köszönöm. Nyilván a vajra utalunk itt most. Would you like some butter? És ugye azért kérdezzük számmal, mert itt amikor kínálunk udvarjasan, vagy kérünk udvarjasan, akkor lehet használni a számot eni helyett. What's that smell? Mi ez az illat? It's my vegetarian pizza. Az én vegetáriános pizzám. Would you like to... Would like to után mindig igét fogunk tenni, ott is van a tárgyunk. Mit szeretnél? Megkóstolni azt. Would you like to taste it? Szeretnéd megkóstolni? No, thanks. Nem köszönöm. Number four. These fish aren't. They smell bad. Ezek a halak nem, mert hogy rossz illatuk van. Akkor nyilván nem frissek. These fish aren't fresh. Hogy miért van az, hogy fish, és hogy these, hogy ezek, meg az, hogy aren't, több eszem van azért, mert ugye a hal, meg ugye a dír, a szarvas, a síp, a bárány, ezeknek ugye az egyes és a többes száma ugyanaz, tehát van többes számuk, csak nincs rajta söbetű hal, halak. This chocolate cake has got cherries in it. A csoki tortában vannak cseresznyék. It's really... Na milyenek lehetnek, ha kérdezem, hogy can I have another piece, please? Kaphatok még egy darabot, kérlek akkor ez nagyon, mondjuk lehet az, hogy finom, delicious. Tehát, this chocolate cake has got cherries in it. It's really delicious. Can I have another piece, please? The chicken salad in this restaurant is 20 euros. A csirke saláta ebben az étteremben 20 euró. I know, tudom, this restaurant is very expensive. Ez az étterem nagyon drága. Expensive. Where are the children? Hol vannak a gyerekek? They outside in the garden. Kint vannak a kertben. In Activity B you can see that there are some Latin, some words in bold, félkövérrel szedve szavak. And we have to use object pronouns to refer to these words, és ezeket a személyes névmás tárgyeseteit kell használnunk, hogy utaljunk ezekre a félkövére szedett szavakra. A névmásos videón már emlékeztek, beszéltünk arról, hogy vannak a személyes névmás alanyesetei, I, hogy én, abból lett a mi, engem vagy nekem. A you az a te, you az a téged vagy neked. He, ő, him, őt vagy neki, ugyanez nőnemben she, her, meg semlegesben it, it. A we, az vagyunk mi, az us, az a minket vagy nekünk, you, ti, maradt you, ti, vagy titeket vagy nektek, they, ők, dem, őket vagy nekik. És azt mondtam, hogy ami az ige előtt van, az ez az oszlop, ami az ige után van, a tárgy, az mindig a személyes tárgy vagy részes esete lehet. Hát ige után innen válogatsz, ige, ige előtt innen válogatsz, ige után innen válogatsz. Now, let's have a look at the first uh, small dialogue. What does Miranda want on, her on the pizza? Mit szeretne Miranda a pizzára? I don't know, let's ask her. Nem tudom, kérdezzük meg őt, mivel Miranda, ugye egy lány, ezért az IGE után nem a HIM, hanem a HER névmást fogjuk használni. I'm hungry. Can you make me a sandwich, please? Én éhes vagyok, tudsz készíteni nekem egy szendvicset, légy szíves. Of course, persze. These beans are delicious. Ezek a babok finomak. Kóstoljuk meg, vagy kóstold meg nyilván őket vagy azokat, taste them, mivel többes számban van a főnév, nyilván többes számot fogsz utalni. I want some ice cream, megszámolhatatlan főnév a fagyi, szeretnék egy kis fagyit. A megszámolhatatlan főnév mindig őnek minősül, vagy csak egy dolognak. Where is it? Ott is van, hogy is. In the fridge of course. A hűtőben természetesen. Mike likes eating snails. Look at him. Mike szeret csigákat enni. Nézzétek. Nyilván Mike-ra utalunk egy fiúra. Nézzétek meg őt. Mom, we want to make a cake. Can you help us? Anya. Szeretnénk tortát vagy egy tortát készíteni tud segíteni nekünk a vívről aszra váltunk. Segíteni nekünk. Oké, okay, now let's continue with activity C. We have to circle, korikázni, the correct words, a megfelelő szavakat. Can you give, és megint azt csináljuk, hogy megkeressük az igét, itt van a give az ige, ami után nem lehet az I, csak az, hogy mi. Tehát akár a mondat értelmétől függetlenül is meg tudjátok állapítani, hogy az alanyesetben levő személyes név kell, vagy a tárgy esetben lévő tárgya a mondatnak a személyes név más tárgy esetekkel. Ige utána mi kell nekünk. Ha azt mondom, hogy éhes vagyok, itt van az igém az M, akkor nyilván a sima személyes névmás az alanyeset kell nekünk, tehát I am hungry. James can sing very well. James nagyon jól tud énekelni. Felszólító módban vagyunk, nincs alanya mondatban elhagytuk. Ott van az ige, hogy hallgassátok őt, akkor nem lehet a he, az a listen előtt lenne, csak és kizárólag a him használható. Listen to him, hallgassátok őt. My sister Maria is really beautiful. I like ugye a tesóm Mária nagyon szép, én kedvelem, megint ott az ige, tehát nem lehet mögötte a sí, csak és kizárólag a hör. We've got snails today, csiga van ma, would you like to taste, szeretnéd-e megkóstolni, hogy a would you like őket, és nem ők, tehát mindenképp a tárgyeset kell nekünk a them. This is Natalie, ő Natalie. Ő úgymond van az én legjobb barátom, mindenképp alanyesetünk van, she-t használunk, she is my best friend. Ott van a would like, hogy szeretnénk, mint ige, ugyanúgy, mint az előttőben is ott van ugye a would like to, ez a szeretni valamit, mint ige. Mi szeretnénk egy kis trista csirkével, légy szíves. Tehát az előtt semmiképp nem lehet az as, maxit mögötte lehetne ha V használatos. V would like some rice with a chicken, please. And finally, let's concentrate on the dialogue in activity D, where we have to complete the sentences with these sentences from A to F. Az egyszerűség kedvéért már beírtam őket, hogy a fordításnál könnyebb legyen a dolgunk. What would you like for dinner, girls? Mit szeretnétek vacsorára, lányok? Kérdezi Mrs. Kent. Well, I'm not very hungry, so I'd like fried egg, please. Nos, nem vagyok nagyon éhes, tehát egy sült tojást kérek szépen. I never eat eggs, mondja Dennis egy másik szereplő. I hate them, mivel a tojásokat nem szereti, ezért a demmel mel fog rájuk visszautalni, hogy őket utálom. I'm sorry, Joan, we haven't got any eggs. Tipikus tagadó mondat nem szám, hanem enit használunk. We haven't got any eggs, what about a sandwich? Mit szólnál egy sandwichhez? Oké, okay. have you got any mushrooms, van gomba? Ez nem kínálós, kérős kérdés, tehát itt fogunk használni. Csak hogy kérdezem, hogy van-e gomba. I'd like a sandwich with mushrooms and ketchup in it. Tehát oké, okay. van gomba, szeretnék egy szendvicset gombával és ketchupval. We haven't got any ketchup, but we've got some mushrooms. Ketchup nincs, de van gombánk, ugye ott van a some, kijelentő mondatban vagyunk, és mivel a gomba megszámolható, ezért ugye többes számba kell raknom. És erre mondja Mrs. Kent, hogy, hogy viszont van nekünk, we also got some cheese, de ugye van nekünk sajtunk. That's okay. A sandwich with cheese and mushrooms is fine. Rendben van, egy szendvics sajtal és gombával az jó lesz. Azért van itt is, mert nem a szendvics, meg a sajt, meg a gomba, hanem az egy szendvicsről van szó az, ami jó. Most azt, hogy a szendvicsen van még sajt is, meg gomba is, attól még egy szendvicsről beszélünk, ami után az iszt használjuk. Oké, okay, now, what about you, dear? Rendben, is mi van veled, drágám? Kérdezi a lányától. Dennis pedig mondja, hogy I'd like a cheese and tomato sandwich, megint egy szendvicset, egy sajtos és paradicsomos szendvicset. Anyuka mondja, hogy oké, okay.